Csalással vádolják azokat a személyeket, akiket szerdán hallgatott meg a pécsi járásbíróság. A Székesfehérvár környékén élő négy férfi és egy nő Pécsen csalt ki az úgynevezett unokázos módszerrel több milliót két idős nőtől, állítja az ügyészség. Az egyik sértett esetében 1,5 millió forintról volt szó, illetve forintról és dollárról, a másik sértett esetében pedig 3 millió forintnak megfelelő összegű készpénzről és ékszerről. Van még két vádlott az ügyben, akiket pedig pénzmosás büntettével vádol az ügyészség. Az ő szerepük abban állt, hogy az első sértettől átvett pénz nagy részét továbbították egy pénzküldő szolgáltatáson keresztül Angliába, az Egyesült Királyságba. A most megjelent három vádlott a pénzért, értékekért utaztak Pécsre. Ők jutalékot kaptak ezért. A nyomozás során az derült ki, hogy külföldön élő elkövetők, akik személyazonossága ismeretlen maradt, előzetesen megtévesztették telefonon a 80 és 89 éves károsultakat, akik rokonaikat féltve adták át a pénzt, illetve az ékszert. Telefonon azt mondták, hogy balesetet okozott a hozzátartozójuk, pénzt kértek a költségekre, illetve azért, hogy ne tegyenek feljelentést. A futárokat is telefonon irányították hozzájuk a külföldi elkövetők, akik így tettükért a bíróságon felelnek. Csalás büntettének minősül, ami a sértett személyére, ugye időskorú sértettekről van szó, tekintettel 1 évtől 5 évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő. A pénzmosás büntettének a büntetési tétele pedig 5 évig terjedő szabadságvesztés. Az ügyben előkészítő ülést tartottak szerdán. A bíróság novemberben, illetve januárban a további vádlottak tanúk meghallgatásával folytatja a munkát.